Antal Kitti, keramikus művész, gyors egymás utánban két kiállítással is jelentkezett a városban. A Nemzetközi Kerámia Stúdió munkatársa előbb a hónap alkotójaként mutatta be munkáit a híres Agora Panoráma társalgójában, majd február 29-én az L1 lakásgalériában nyílt Szabó Eszter grafikus művésszel közös tárlata Ignes Fatui Lidércfény címmel. A fiatal alkotó a Panoráma társalgóban adott interjút a Múzsa magazinnak. Február közepén nyílt meg Antal Kitti keramikus művész Sizen 1300 C fantázia nevű kiállítása a híres Agora második emeleti Panoráma társalgójában. Februárban ő volt a hónap alkotója. Az ifjú művész környezet tudatosan él, és ezt munkáiban is kifejezésre juttatja. Mint kiderült, a kerámia nem az egyetlen szerelem az életében, más műfajokban is otthonosan mozog. Én grafikával is foglalkoztam előtte, három évig. Festettem is, igen, úgyhogy elég sok technikával megismerkedtem. Nyilván vannak még azért rengeteg-rengeteg olyan ágazat, amit még szívesen megtanulnék használni és alkalmazni. De a kerámiában éreztem meg azt a fajta natúrságot vagy könnyedséget, amit önfeledten tudok alkalmazni. Kitti a pillanatra is emlékszik, amikor eldőlt, hogy a kerámia lesz önkifejezési vágyának elsődleges anyaga. Az alapképzésnek a második évében, amikor Orosz Klárával és Virágné Márta Nórával voltak közös óráim az egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, és ők vezettek bele ebbe a technológiába és ebbe a szakmai tudásba, és utána ez pedig Pécsen tudott kiteljesedni a Pécsi Tudományegyetemen. Ott már gondolom a Fusz Gyuri környezetében. Pontosan, és én nekem Fusz Gyuri is volt a diploma tanárom, vagy a diploma konzulensem részben, illetve a szakdolgozatomat az például Burkus Juditnál írtam. A szegedi egyetemi képzés időszakából leginkább egy szobrász hatását tartja a legjelentősebbnek. Szabó Tamás tudnám mondani, aki egy szobrászművész, és ő vele is rengeteg olyan tudást tudott átadni, ami még a mai napig például a szobrászati munkásságomban segítség. Nagyon sok esetben a határterületen mozognak a tárgyaid. Funkcionálisak ugyan, de oly mértékben idézik vissza az autonóm kerámiát is, hogy az ember nem tud nem arra gondolni, hogy ez egy, nem tudom, tényleg egy határjelenség, amivel foglalkozol. Ez teljesen tudatos? Igen. Valahol egy olyan funkcionális tárgyakat szeretnék létrehozni, ami túlmegy a jelenlegi tárgykultúránkon itt Magyarországon, egy kicsit beemelve azokat a jegyeket, amik már a kortárs kerámia művészet jellegzetességei tudnak lenni, és hogy egy kicsit érzékenyíteni lehessen az embereket, illetve arra való érzékenyítés, hogy egy tárgy több is tud lenni annál, mint amire csak használjuk, hogy ezeknek vannak a funkcionalitáson túl esztétikai értékei is. A változtatási igény egyik megjelenési formája az úgynevezett gasztrokerámia, amelyben sok keramikus pályája kiteljesedett, de ezt a területet Antal Kitti tudatosan nem műveli. Szerintem az egy reláció, tehát az ugye mostanában egy elég nagy ágazata ennek a tudattágításnak, hogyha ezt lehet így szépen mondani. De ezen kívül pedig ugyanígy, amikor egy kiállítás keretében megmutatásra kerülnek ezek a használati edények, ezek ugyanúgy egy teljes képet tudnak erről adni. A fiatal kerámikus munkáiban megközelítőleg fele-fele arányban szerepelnek a funkcionális tárgyak és a szobrászati igénnyel készült autonóm kerámiák. Azt mondanám, hogy legalább ennyi. Tehát vagy fele-fele arányban, vagy sokkal többet gondolkodom a szobrászi jellegű munkáimon, és utána azoknak az elemeit próbálom beépíteni már később a funkcionális tárgyakba. Antal Kitti kerámiái leggyakrabban földszínű mázakkal készülnek, és ez nem véletlen. Olyan tárgyakat próbálok készíteni, amelyek leeső agyagmaradékokból készülnek, és ezt azért szeretem hangsúlyozni, mert így egyfajta körforgásos kerámia tud létrejönni. Tehát ami úgymondván hulladékba
menne, azt én nem hagyom, hogy oda menjen, hanem ezt visszaforgatom, tehát újra dolgozom. Ez egy környezettudatos elem? Én így érzem, vagy így próbálom ezt kommunikálni, hogy szerintem ez az én létezésemben egy fontos lépés, és egy fontos tudatos életmód a szakmán belül is. És ezen kívül, hogy én ezt alkalmazom, ezzel arra próbálom fölhívni a figyelmet, hogy igazából ami meglévő dolog, azt ugyanúgy újra tudjuk használni, és ez bármi másra is ugyanígy igaz. Jól érzem, hogy az edényeid azok alapvetően korongolt tárgyak, de ami a külső felükön megmutatkozik, azok lehetnek ezek a lehullott, megmaradt vagy maradék anyag. Nem, tulajdonképpen maga az alapanyag készül leeső agyag maradékokból, ez lehet porcelán, vagy lehet samottos kőedénymassza. Ezeket külön-külön tároló edényekben előzetesen összegyűjtöm, szortírozom, és ez egy ilyen egy évben, vagy másfél évente körülbelül egy ilyen 2-3 hónapot ölel föl, amíg ennek a nyersanyagnak a visszadolgozásával foglalkozom. Benne van az edényben, száraz állapotában, nyilván megvárom, amíg egy bizonyos mennyiség összegyűlik, és mivel a száraz állapotban van, tulajdonképpen semmi problémája vagy semmi gondja nem lesz, és ezután ugyanúgy egy fölvízezés, egy föliszapolás, egy szikkasztás, egy visszagyúrási folyamat, illetve ezután pedig a becsomagolás következik. Mint sok keramikusnak, Kittinek is megvannak a maga által kikísérletezett mázai. Vannak saját készítési mázaim, én nagyon szeretek a felületekkel foglalkozni, a felületekkel játszani, és pontosan ezért szeretek olyan alacsonyabb tűzű agyagokat is beleépíteni, akár a mázakba, akár nyersen, hogy azoknak a színe visszajöjjön a magasabb hőfokon, mivel ugye egy alacsonyabb hőfokú massza az magas tűzön már megolvad, teljesen más színek jönnek létre, van, hogy akár 20 foknyi különbség is, mert egy eltérő szín különbséget fog adni. A kiállítás címében is szerepel az 1300 Celsius fok, amelyeken a tárgyak többsége a végső formáját elnyerte a fatüzes kemencében. 1300 fok tulajdonképpen egy ilyen lírai szám volt, mert azért a kemencében, főleg a fatüzelésű kemencében, mert ugye most itt a tárgyaknak a zöme, amit látunk, az fatüzelésű kemencében került kiégetésre, itt a Kecskeméti Kerámia Stúdióban. És az 1300 fok az azért szükséges bizonyos tárgyaknál, illetve masszáknál is, mert hogy az az alap, vagy nagyjából az szokott a maximumon lenni egy anyagnak, amit bír, viszont ezzel sokkal ellenállóbbá válik, sokkal strapabíróbbá, keményebbé, szinte már üvegessé válnak, tehát ugye annyira magas a hőmérséklet, hogy üvegesedik az agyag, és igazából ez erre szolgál, hogy egy sokkal strapabíróbb anyagot, tehát ez lehet porcelán, lehet samottos kőedény, viszont a samottos kőedényekben is vannak olyan típusú masszák, amik alacsonyabb tűzön égnek, nem feltétlenül 1300 vagy annál magasabb. Ezt a hőmérsékleti tartományt elektromos vagy gázüzemű kemencében is el lehet érni, de Kitti előszeretettel választja a fatüzelést. Más atmoszférát kap. Ugyanúgy redukciós égetés, mint egy gázkemence. Nagyjából ugyanaz tud lenni ugye a hőmérséklet is, viszont egy rítus alakul ki a tűzzel és a kemencével. És itt az embernek a személyes jelenléte sokkal jobban beleépül abba, hogy éppen hogyan éget. És ez feltétlenül nem látszódik a tárgyakon, viszont maga a tűz, a hamu, a fának a hamuja, az, hogy esetleg milyen más natúranyagokat használ az ember, ez mind-mind ráég a tárgyakra, és egyfajta nyomot hagy ezeken a testeken. A közvélekedés még ma is elsősorban kézműves mestereknek, fazekasoknak, iparosoknak tekinti a keramikusokat. Valahol a kerámia művészetet még mindig nem tudják a képzőművészetbe beilleszteni. Én igyekszem azt vallani, hogy inkább képzőművész. Kevésbé iparművész, mert maguk a tárgyaim sem feltétlenül felelnek meg azoknak a szigorú szabályoknak, amikor egy gyári körülmények között legyártott tárgyat látunk és használunk. Úgyhogy ez lenne szerintem a válaszom erre, hogy inkább képzőművész.
Kitty már hosszabb ideje a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió munkatársaként dolgozik, jó okkal. Rengeteg jó lehetőséggel szolgál, rengeteg új emberrel tudunk megismerkedni, külföldiekkel, magyarokkal, és folyamatosan egy tanulási lehetőség. Mert és mi... inspirál is egyébként? Természetesen. Hát ez a hely, ez maga arról szól, hogy megosszuk egymással a tapasztalatainkat, gondolatainkat, egy kicsit szakmázzunk, hogy kinek mi a véleménye, vagy éppen milyen olyan kiállítást látott, amit a másik nem, és ezeket meg tudjuk beszélni, úgyhogy abszolút egy olyan hely, ami ebben a szakmában egy kifejezetten fontos. Antal Kitty kerámia tárgyai aktuálisan a Szabó Eszter grafikus művésszel közös Ignes Fatui Lidérc fények című tárlaton látható az L1 lakásgalériában, a Lestártér 1-ben március 14-éig.